belügyminisztérium épületében vagyunk. Az operatív törzs ülése után Facebook videóval jelentkezett Orbán Viktor. A miniszterelnök fél hét előtt pár perccel jelentette be, hogy megjelent Magyarországon is a koronavírus. Két fertőzöttnél igazolták a COVID-19-et. Ez a betegség hivatalos, WHO által meghatározott neve. A kínai Wuhanból indult fertőző tüdőgyulladás járvány, európai epicentruma Olaszország, ahol azonnali hatállyal bezárták az összes iskolát csütörtökön a koronavírus miatt. Az oktatási szünet egészen március 15-éig tart. A hazánkkal szomszédos országokban már februárban megjelent a koronavírus, és a korábban nyilatkozó virológusok is előrelátták, hogy elkerülhetetlen lesz, hogy Magyarországon is megjelenjen a COVID-19 fertőzés. Két külföldi emberről van szó, diákokról, Magyarországon tanulnak, irániak. Most úgy tűnik, hogy tünetmentesek, de a fertőzés tényét azért megállapítottuk, és ilyenkor az a szükséges eljárás, hogy a megfelelő kórházba szállítjuk őket, erre a Szent László kórházban kijelölve. A két diáknál megindult a járványügyi vizsgálat és a kontaktus kutatás is. Ők nagy valószínűséggel Iránban fertőződtek meg, közölte az országos tiszti főorvos. A miniszterelnök még szerdán arról is beszámolt, hogy a járvány egyaránt népegészségügyi és gazdasági veszély is, de elsősorban a népegészségügyi részével kell foglalkozni. Magyarországon nemzetközileg akkreditált labor működik, ahol pár órán belül megállapíthatják a fertőzöttséget a mintákban, illetve a határokon folyamatosan szűrik a belépőket. Szerdán elindult egy tájékoztató weboldal is, a koronavírus.gov.hu. A magyar kormány ezen a platformon osztja meg a legfrissebb információkat és adatokat a járvánnyal kapcsolatban. Szerdától a védekezés szakaszába lépett Magyarország. Ezentúl minden nap délben gyűlés tart az operatív törzs, amit egy sajtótájékoztató követ. Dr. Kis Csaba házi orvos szerint az egyik legfontosabb dolog, hogy senki ne essen pánikba. Nagyon-nagyon fontos az, hogy a higiéni szabályok fokozott betartására figyeljünk oda. Nyilvánvalóan, hogyha egy mód van rá, akkor a fertőzött területre azért ne utazunk, mármint azokba a gócpontokba, ahol tényleg nagyon-nagyon sok fertőzött van, Észak-Olaszország, Kínának ugye Hubei tartománya, Irán, bár nyilvánvalóan a legtöbb ember azért nem oda utazik, de Észak-Olaszország az egyelőre mindenképpen kerülendő, amíg a karantént fel nem oldják. Itthon pedig ugye legfontosabb az, hogy a higiénés szabályokat tartsuk be, gyakori kézmosás, kezünkkel a szánkhoz ne piszkáljunk, hogyha valami olyan helyen járunk, ahol sok ember van, például bank, bolt, vagy mondjuk tömegközlekedési eszközön utazunk, akkor rendszeresen fertőtlenítsük a kezünket, a kezünkkel ne nyúljunk a szánkhoz. Igazándiból a maszkoknak a viselését én nem feltétlenül javasolnám, mert egyelőre erről nincsen konszenzus, hogy van-e olyan maszk, ami tényleges védelmet nyújt, viszont a maszk folyamatos igazításával ugye a kezünkkel a szánkhoz nyúlhatunk, lehet, hogy azzal még többet ártunk, mint használunk. Hazánkban hivatalosan jelenleg 2 fertőzöttről tudnak, és 24-en vannak karanténban gyanú miatt. Világszinten a fertőzöttek száma már meghaladja a 95 000-et, a gyógyultak száma az 53 000-et. Az új koronavírus fertőzés miatt elhunytak száma pedig már eléri a 3286 főt, a csütörtöki kora délutáni adatok alapján.